11 darab gömbplatánt ültettek péntek délelőtt a Móricz Zsigmond utcában Bonyhádon. Tavaly augusztustól idén nyár végéig 100 gyermek született a bonyhádi családoknál. Már 8 éves hagyomány, hogy az újszülötteknek egy-egy fát ültetnek a városban. Az alapgondolat az az, hogy amikor együtt cseperedik egy fa egy kisbabával, egy kisgyermekkel, akkor az a kötődés, ami ahhoz a településhez köti, ahol gyermekkorát töltötte, az talán erősebbé válik, és ahogy az élet rendje szerint kirepülnek majd és elmennek tanulni más városokba, akkor visszatalálnak hozzánk, és ők is majd a jövőben itt alapítanak családot. A helyszín kiválasztásában az önkormányzat munkatársai, illetve a program összefogói igyekeznek az adott újszülött otthonához közeli helyre ültetni a facsemetét. 3 ütemben ültetjük az idei évben a 65 fát, 12 helyszínen összesen. Az első helyszín ugye a Móricz Zsigmond utca, aminek megújult az aszfalt burkolata is, és így egy szép fasort alakítunk ki majd évről évre a szecskai gyerekek fáival. Hétfőn és kedden tovább folytatódik a tavaly augusztustól született gyermekek facsemetéinek elültetése. Akkor többek között a fájlakótelepen és a Millennium Parkban is földbe helyezik a további 54 facsemetét.